A rendszerváltást előkészítő írótársadalom akaratából és Széchy Margit akaratából lett Nagy László emlékház a régi szülői porta, miután mindenki elköltözött, és az enyészeté kezdett lenni. Jött a zöld angyal Nagy Lászlóval szólva, és kezdte visszavenni azt, ami a természeté. 1984-ben volt az emlékházzá avatás. A ház pedig részben közadakozásból, részben állami szervek segítségével valósult meg. Ami a parasztház egészét illeti, a lakótérhez tulajdonképpen nem nyúlt az építész. A kocsi színhelyén most egy rodopei bolgárszoba áll. Egy ragyogó kézműves termék, a bolgár nép ajándéka az ő költészetüket magyarra ültető Nagy Lászlónak. Eredeti állapotában maradt meg a fiatalok szobája, amit nagyanyám Vas Erzsébet hozott a házasságba azokkal a bútorokkal. A konyhából Nagy László életpályáját és költői pályáját bemutató kis kiállítás látható, néhány személyes tárgyal. A műhelykamrában a Bognár ős néhány kéziszerszáma, gyalupadja, illetve a korabeli családi parasztgazdaság szükséges kellékeit láthatjuk. Az istálló és a gazdasági épületek viszont már oda lettek. A házban ezen kívül különleges értékek másképpen is előfordulnak. Azok a festmények, illetve művészi reprodukcióik, amiket édesapám a háború alatt festett, a második világháború alatt festett. Júdás sókja, a visszavonulás, a bikanyűgözés, a szüreti mulatság a somlón. Ezek tulajdonképpen az akkori életmód legszebb illusztrációi. Nem feledném el, hogy ez a ház még egy költőnek, a nagybátyámnak, Ág Istvánnak szülőháza. Ma Ág István Iszkász díszpolgára. Ez szintén kifejezi a több mint 800 éves falunak az irodalomra vagy költészetre figyelését. Maga Ág István, aki nem csak költészetében, hanem prózájában, önéletrajzi vagy családtörténeti prózájában egész mélyre, egészen a mélyről hozta föl az emlékeit, és tulajdonképpen levéltárosi precizitással örökítette meg a családtörténetet. Azt hiszem, hogy a legjobb tolmácsolója az iszkázi léleknek. Napjainkról igen szép helyzetjelentést ad az itt most épülő tűzrakótér, de még talán ennél is érzékletesebb az, hogy a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány rendezvényeire rendszeresen járnak a falubeliek. Legyen az akár a tavaszi himnusz minden időben versmondó találkozó iszkázi rendezvény részlete, vagy az évente ismétlődő, júliusban ismétlődő Nagy László emléknap, vagy legyen az az emléktúránk időpontján, úgy pünköstáján van. És hát télen is, amikor egyszer-egyszer vagy hagyományőrző rendezvényünk van, vagy megünnepeljük a Magyar Kultúra Napját legutóbb Jankó Laurával, az idén pedig egy jót regöltünk itt a házban, népes tábor előtt. Úgy néz ki, hogy a helyi közösség az annak ellenére, hogy a falu fogyatkozóban van, mégiscsak megőrizte az érdeklődést a hagyományai iránt.
Hát az első alapítványunk, mert a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány jogutódja a Nagy László Emlékház Alapítványnak, akkor jött létre, amikor a megye átadta a kis falunak fenntartása, működtetésre az emlékházat, ami ugye tudjuk, hogy 1984-ben újult meg, és 89-ben kapta meg a település. És az világos volt, hogy a falu ezt megfelelő szellemiségben fönntartani és működtetni nem tudja. Tehát a megyei kulturális vezetők, de országosan írók, költők, itt Csóri Sándortól kezdve sorolhatnék nagyon sok mindenkit, támogatta ezt, mellé állt, hogy igen, így legyen, erre szükség van. Tehát létrejött egy Nagy László baráti kör is, és ők segítették megalakítani az alapítványt. És akkor az önkormányzat, öt képviselője létrehozta jogutódként a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítványt, mert rájöttünk, hogy ez csak úgy működik, hogyha összetudjuk a ütőképesen hívni a társaságot. A cél pedig természetesen az volt, hogy a nevébe benn van a jogutódnak, hogy itt helyben is őrizzük Nagy László szellemi örökségét, és én mindig is azt szerettem volna, hogy ez ne egyfajta kultuszápolás legyen, hanem itt egy alkotó közösség jöjjön a helyszínre, és ők működtessék bekapcsolva, megkínálva vele a helyieket is, és mindenkit, akinek köze van az irodalomhoz, és szereti a verset. Alapítványunk kezdettől fogva igyekezett saját kiadványokkal is gazdagítani a Nagy László repertóriumot. Ezekben szerepel könyv, szerepel hangos könyv, és kisebb a féle emlékházi kalauz. Hát nem egy rendezvényünkön maguk ezek a kiadványok jelentették az alapanyagot. Volt egy nagyon szép emléknap. Édesapám elhunytának egyik évfordulóján, ami tényleg összekovácsolta a falut, a templomban volt, ez a felsőiszkázi templomban. A műsor címe Fohász volt, és a legkomolyabb komponisták kórusműveit adta elő egy vendégegyüttes, egy kórus. Az egyébként fogyatkozó hívők serege mellé az egész környék érdeklődő lakossága összegyűlt. Úgyhogy úgy érzem, hogy Nagy László életműve tényleg valamiféle olyan gyúanyag, szellemi gyúanyag, ami hosszú távon bizonyítja érvényességét, és abban olyan üzenetek fogalmazódnak meg, amelyek a mai ember számára is fontosak. 2,5 évvel ezelőtt találkoztam Nagy Andrással és Falusi Marcival, ők mindketten ugye a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítványnak a tagjai. És egyszer Budapesten beszélgettünk Andrással, és említette, hogy régi tervük az, hogy építsenek ide a régi pajta helyére, ami már leomlott, egy új pajtát, ami egy ilyen rendezvényépület lenne. Ebben lenne egy nagyobb tér, ahol körülbelül 70 ember helyet tudna foglalni, egy kis színpad, egy-két mosdó, akkor egy melegítő konyha, és itt a kertben lehet sátortáborokat csinálni, bent lehetne alkotótáborokat, a helyiek is tudnák használni ezt az épületet, ki lehetne adni rendezvényekre. És ez egy 10-15 éves terv, de eddig nem sikerült megvalósítani, és akkor pattant ki a fejemből, hogy tudom, hogy a műegyetemnek a hallgatói, az építész hallgatói szoktak járni építőtáborokba, és ez nem egy olyan nagyon nagy léptékű terv, és ugye ezt nagyon jó lenne minél költséghatékonyabban megcsinálni, illetve a szellemiséghez ez is nagyon illeszkedik, hogy esetleg ilyen közösségi munkában, kalákában építsük meg, vagy tervezzük meg ezt a pajtát. És ekkor vetődött fel ez az ötlet, hogy vonjuk be a műegyetemnek a hallgatóit, akár egy kar, ez akár még anyagköltségen is egy nagyon-nagyon komoly tétel, de nem akartunk letenni erről a tervről, hogy itt történjen valami, hogy itt elinduljon egy folyamat, ezért gondoltuk azt, hogy akkor
az állandó rendezvényeknek a helyére építünk egy ilyen fedett tűzrakót. Én megkerestem Csernyus Lőrincet, aki hosszú évek óta szervez építőtáborokat. Viszákon 6 évig táboroztak hallgatókkal, és ezek nagyon sikeresek voltak. A falu közösséget ez összekovácsolta egy kicsit, és ott több létesítményt létrehoztak. Neki nagyon tetszett az ötlet egyfelől, mert ugye ő Makovecnek egyik tanítványa, és Makovec és Nagy László kapcsolata azért ismert, és ez az egész szellemiség nagyon közel áll egymáshoz. És ő vállalta ennek a koordinálását. Nem tűzrakóhely volt az eredeti terv, hanem mindjárt a Pegazus fajta. Tehát mi nagyot álmodtunk, és nagyon régóta van ez az álom, hogy ide kellene egy ilyen típusú épület, közösségi épület. De hát ehhez óriási erők és rendkívül sok pénz kell. És a fiatalok egyfajta referencia munkaként most nekünk abból a pénzből, amit a pályázaton a Magyar Művészeti Akadémiától kaptunk, a fiatalok erejével, lelkesedésével és lendületével, meg a helyiek munkájával, ez most elkészül, és lehet látni az, Györgyi, hogy összefogással igenis lehet előbbre jutni, és nem annak van igaza, aki azt mondja, hogy nem lehet semmit csinálni. Ebben az országban semmit nem lehet csinálni. Lehet. Össze kell fogni, kell egy közösséget kovácsolni, és az alapítványnak valamilyen módon ez a célja, hogy olyanokat hívjon ide, és olyanokat szólítson meg, akik hajlandóak valamit tenni a közösségért. És vannak ilyenek, ez látszik.